Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk az Akácsziget fürdőben, mögöttünk zajlik egy művészeti fesztivál, erről beszélgetünk Schwarzbor igazgatóval. Mi is ez a fesztivál pontosan? A pontos neve első karcagi országos művészeti fesztivál. És nyugdíjasok vannak itt, elsősorban ők érkeztek, gondolom, hogy az ország számos településéről összeszámolták, mert hogy a két nap alatt hány településről jönnek? Természetesen. Előrejelzések szerint, mert ugye mivel két napos, még csak az első napnak a felénél járunk, de előrejelzéseink szerint és a visszajelzések szerint több mint 75 nyugdíjas klub fog jönni országszerte. Akkor az létszámmal is nagyon szép, én gondolom, hogy azért sok csoportos előadás van és vannak egyéni számok is. Igen, és ezúton is szeretném megköszönni a Napsugár Nyugdíjas Klubnak és Márkus Ica művészasszonynak a közreműködését. Nagyon sokat segítettek a szervezésbe, az ő kapcsolatrendszerüket felhasználva jöhetett létre elsősorban ez a fesztivál, és a fürdő is megtette maga részéről minden szükséges lépés, hogy mindenki jól érezhesse magát. És hát ez egy új dolog az ön igazgatósága alatt is, hiszen már láttunk fiataloknak szóló, meg családoknak szóló programot, de kifejezetten nyugdíjasoknak és több száz nyugdíjasnak ez az első ilyen. Így van, tehát a pontos létszám egyébként, hogyha már arra is rákérdezett, az a két nap alatt összességében több mint 800 főre számítunk. Viszonylag jól meg sikerült szervezni, és hát az egyik legfontosabb célközönségünk a nyugdíjas közönség, és igyekszünk az ő érdekükben is minden megtenni, hogy minél jobban érezzék magukat. És hát reméljük, itt kébreljük az eget, hogy az időjárás is megkíméli őket, hiszen most egy picit felhős, de másod a nap, úgyhogy bizakodóak vagyunk. Lesz-e valami hasonló? Tehát az első az mindig azért jellegzetes, mert első, de esetleg nyáron lesz-e még, amikor kifejezetten nyugdíjasoknak terveznek rendezvényt? Tehát hagyományteremtő szándékkal hoztuk létre ezt a fesztivált, de éves szinten lesz hagyományteremtő, tehát az idén rendeztük meg ezt a mostanit, ez lesz az első, és akkor jövő évben a második, harmadik, az azt követő évben, de természetesen folyamatosan gondolunk a nyugdíjas vendégeinkre. Például minden hétfőn féláron jöhetnek a nyugdíjas vendégeink a fürdőben, és nem csak a fürdőszolgáltatás, hanem minden szolgáltatásunkat féláron kaphatják meg, és ezt az akciónkat meghosszabbítottuk egész szezonra vonatkozóan is. Esetleg lesz-e, mint korábban volt, nótaműsor, vagy bármilyen olyan jellegű, ami kifejezetten ezt a korosztályt is jobban érinti, mint esetleg a fiatalokat? Természetesen fellépő szinten is igyekszünk az ő elvárásaiknak is megfelelni, de a mai napon is már például nagyon sok érdekes műsor hangzott el. Nekem személy szerint is tetszik egyébként. Akkor reméljük, hogy holnap is nagyon sokan ki fognak látogatni, és akkor lesz második, harmadik és még sokadik ilyen fesztivál. Én ehhez önöknek jó szervezést kívánok a Napsugarakkal és Márkus Icával közösen. Nagyon szépen köszönöm, tessék. Igen, az időjárással azzal nem tudunk hatással lenni, de bízunk benne, hogy nem fog minket elmosni az eső, és sikeres lesz a fesztivál. Köszönjük szépen. Nagyon szépen köszönöm. Márkus Icával beszélgetünk, hiszen már folytatódik rögtön a program. Nagyon sokan vannak itt, és az időjárás úgy néz, hogy megkegyelmezett nekünk. Sokan eljöttek a meghívásukra? Sokan. Sokan, nagyon-nagyon örülök neki. Mikor elkezdtük a beszélgetést a fürdő igazgatójával, mikor felvetettem még polgármester úrral tavaly, hogy szeretnék egy ilyen rendezvényt Karcagon megvalósítani, hiszen Berekfürdőben már csináltam, akkor a hazámba, Karcagon, a szűkebb lakókörnyezetemben mi az ördögén ne csinálnám meg, ha már egyszer megépült és átadták ezt a fürdőt. És elkezdtük a szervezést januárba, azért annyira hamar, hogy az éves programjába be tudják építeni a klubok. És a fürdőigazgató kérése az volt, hogy ez legyen a nyitány, ezzel kezdjünk, 4 napos ünnep. Én egy picit féltem tőle, mert valahogy az emlékezetemben miután május 1-én a szabadtéri műsorokban nagyon-nagyon sokszor megáztunk, valahogy olyan érzésem volt, hogy ez nem egészen egy jó időpont. Arról el is feledkeztem, hogy 3 napig előtte ott vagyunk többek között sokan, de hát én is, mint a kulturális bizottság vezetője az országos szövetkezetbe, vagy szervezetbe, Balatonfüreden voltam 3 napig zsűrizni, és alig, hogy hazajöttem, ugye maradt 1 napom, hogy az egészet még itt is megcsináljuk, megnézzük, hogy minden a helyén van, rendjén van, és elfeledkeztem, hogy erről a 3 napról, mert ez országos rendezvény szintén, és nagyon-nagyon sok embert elvért oda a Balatonfüredre, és gondoltam, hogy akkor már 2 nap múlva nem jönnek le ide Karcagra. Ugyanakkor elfelejtettük a ballagást is, hogy nagyon sok mindenkit esetleg ez visszatarthat, de
végén én azt hiszem, hogy össze-vissza ilyen 1100-1150 vendég jött a két nap. Én azt hiszem, hogy elégedettek lehetünk. És akik látták idáig a műsor, mindenkinek pozitív véleménye van. Én is úgy gondolom, hogy szép, jó, mennyiségre, minőségre elégedettek lehetünk. És házigazdaként ön tudom, hogy föl fog lépni, de a klub is föllép. Tehát már vagy fog? Voltunk a klub, szerepelt a többiekkel együtt dél körül valamikor. Csak ez hagyomány, hogy mindig az én műsorommal fejeztük be. Édesek voltak itt a Máté Szalkaiak, meg a többiek, hogy a világra el nem mennének, mert ehhez vannak szok, hogy utána bulizunk. Úgyhogy ha vége lesz az előadásnak, akkor tombolahúzás, és utána kezdődik ez az összéneklés, össztánc, minden, ami tulajdonképpen a koronája az egész rendezvénynek. Csak ez a fránya időjárás ne szóljon közbe, mert ahogy itt beszélgetünk is, hát olyan fekete felleg közeledik felénk, hogy jó lenne, ha megkímélne bennünket. Reméljük, hogy így lesz. És azért a végén annyit szeretnék elmondani, hogy látunk itt kerekesztékeseket, idősebbeket, két bottal közlekedőket, de ilyenkor én szoktam látni, hogy amikor nóta van, műsor van, ilyenkor senkinek nem fáj semmi. Jó, nem a kerekesztékes, de aki idősebb is fölbattam, táncolnak, tehát mindenki elfelejti, hogy itt fáj, ott fáj. Én azt kívánom, hogy ez még nagyon sokáig így legyen. Kedves vagy, így legyen. Én is csodálkoztam rajta, amikor még eleinte igazából nem voltam, ugye még friss nyugdíjasként, igazából mindig ámultam, hogy mi a francért jajgattak a nyugdíjasok, és közben, amikor láttam, hogy jöttek oda a Berekfürdőre, kánkán táncoltak, meg mit tudom én, hogy minden olyan lelkesedéssel, olyan örömmel, és valahogy igazuk is van, mert azt mondják, hogy várnak minden egyes alkalmat, mert olyan öröm, hogy otthonról kiruccanhatnak, hogy felöltözhetnek, hogy frizurát csináltathassanak maguknak. Van hova elmenni, viszont azt ne kérdezem meg, hogy másnap hogy kelnek fel, meg hogy érzik magukat. Ezt mi is elfelejtjük most, én azt kívánom, hogy legyen nagyon jó hangulat, és érezze magát mindenki jól mind a két napon. Úgy legyen, nagyon-nagyon szépen köszönöm, remélem. Köszönöm szépen. Mi is köszönjük.